Magyarországon és az anyaországon kívül is ez az első gyára a lengyel alumetál csoportnak. A komáromi üzem az előzetesen tervezett időpontnál valamivel korábban kezdi meg a gyártást. Az építési munkálatok 2015. októberében kezdődtek, és express tempóban fejeződtek be. A héten indul a gyártás is. A kapacitásunk az 60-80 ezer tonna per év lesz, ez feldolgozott hulladék mennyiséget jelent. A vevőink nagyrészt autóipari beszállítók lesznek, tehát a más által termelt hulladékokból kiváló minőségű autóipari alapanyagok, motorblokkok, sebességváltóházak és egyéb gépipari alkatrészek fognak készülni. Megkezdtük az alumínium alapanyagoknak a beszerzését. A következő hetekben, hónapokban elindítjuk a technológiákat, leteszteljük őket, kollégákat kiképezzük, és fokozatosan fogjuk elindítani az újrahasznosítást. Szeretném még megemlíteni, hogy az újrahasznosítás kapcsán egy rendkívül pozitív dolognak tartom személy szerint, hogy mások által megtermelt hulladékokból mi értékes alapanyagokat állítunk elő, ezáltal a természeti környezet kihasználása helyett mások által produkált hulladékot hasznosítunk újra. Komáromba elsősorban jó földrajzi elhelyezkedése miatt esett az anyacég választása. Az új üzemben 150-en dolgoznak majd, emellett számos beszállítónak és szállítónak is munkát biztosítanak. Lengyel kollégák választása majd a komáromi helyszínre a remek logisztikai megközelíthetőség miatt esett. Ugye déli országokból, Szerbiából, Horvátországból, Romániából, Bulgáriából és a magyar helyszínekről is remekül megközelíthető. Úgyhogy a beszerzési forrásainknak és a vevőink számára egyaránt könnyen elérhető helyszínen vagyunk. Itt Komáromban és térségében az nagyon fontos dolog, hogy olyan beruházást tudunk ma átadni, ahol nem csak a 24 ezer négyzetméteres gyártócsarnok és az az autóipari beszállító tevékenység erősíti a térség gazdaságát, amivel ma Komárom és környéke gazdagodik, hanem az a munkaerő többlet, ami megoldja azt a kérdést, hogy szakképzett munkaerővel és valóban egy gazdasági húzó ágazatban újabb 150 ember, újabb 150 család egzisztenciája tud biztonságba kerülni, és nyilván fontos az, hogy ez a beruházás és ez a munkahelyteremtés ez tartósan biztosítja a térségnek nem csak a gazdasági, hanem más erőképességét is. A lengyel-magyar gazdasági kapcsolatokat tekintve a nagykövet szerint is rendkívüli előrelépés a gyáravató. Számunkra ez egy óriási nap, mert már perfekt képesek vagyunk ünnepelni ezt az ezer éves barátságon, templomokba, tárgyolva, együtt iszünk a bort, fantasztikusan megy a történelem. De mondjuk ez egy modernizációnak a jelképes szerintem eseménye, ami itt történik. Mi büszkék vagyunk, hogy azt a gyönyörű gyárat pont Magyarországra hozta Alumetál, pont Komáromba, fantasztikus a döntés szerintem, és remélem, hogy ez igazán fontos indulópont lesz a lengyel-magyar kapcsolatnak. Már nem csak a barátságnak, de annak a gazdasági kapcsolatnak, mert igazán a gazdasági kapcsolat számok szerint perfekt megy. 8 milliárdos a kereskedelem, fantasztikusan néz ki, ami nagyon-nagyon hiányzott, az pont befektetések. Úgyhogy remélem, hogy ez a komáromi alumetál befektetése pótolja. Ügyesen pótolja ezt a lyukat, és a jövőben nem csak lengyel-magyar viszonyban, nem csak a regionális, de az európai és nem csak európai térségbe fantasztikusan fogunk együttműködni. Remélem, hogy ez új kezdetnek a jele, ami nagyon-nagyon hiányzik a lengyel-magyar gazdasági kapcsolatban. Nagyon örülök annak, már mondtam, hogy gyönyörű szép a gyár, fantasztikusan néz ki az infrastruktúra, új munkahelyeket teremti. Szerintem mind a lengyel, mind a magyar fél nagyon elégedett ezzel a döntéssel. Megyén katasztrófa védői, esztergomi, komáromi és tatabányai csapatokkal vetélkedtek a hétvégén. A szituáció életszerű, közlekedési baleset sérültjét kellett kiszabadítani a roncs alól. Ezúttal azonban árgus szemű bírák figyelték, minden a szabályoknak megfelelően zajlik-e. A vetélkedőn ugyanazokkal az eszközökkel védőfelszerelésben dolgoztak a tűzoltók, mint éles helyzetben, így a bámészkodók testközelből láthatták, mennyire összetett feladat a műszaki mentés. A tűzoltóság által alkalmazott eszközöknek a használatával egy közúti balesetnek a szimulálását próbáljuk meg bemutatni a nézőknek. Azért vetélkedő, mert értékelni fogják a vetélkedő során az eseményeket. Egy négytagú zsűri vesz részt ebben, akik a beavatkozásnak a taktikáját, a technikáját fogják nézni, és emellett az egészségügyi részt is fogják pontozni külön. Pontosan hogyan zajlik ez egy balesetnél? Pont így, ahogy most itt látjuk?
A balesetnél mindig más, mert a balesetek azok olyan apró nüanszokból állnak, és annyi eltérés van, ami ezt mindig egy kicsit befolyásolja, de itt ugyanúgy igyekeznek a tűzoltók időben, gyorsan, szakszerűen dolgozni. Talán annyi a különbség a baleset és a most látható események között, hogy ott minden esetben ott van a mentőszolgálat, a rendőrség, segítik a munkánkat, tehát egy nagyon komoly csapat munka van, azon túl, hogy a tűzoltók egy csapatként dolgoznak, a mentőszolgálat és a rendőrség is a helyszínen egy csapatot képez, és közösen oldják meg a feladatot. Egy rövid ismeretterjesztés. Mit tehet az, aki balesetet észlel, addig, amíg kiérkeznek a mentők? Amíg kiérkezik a mentőszolgálat és közúti balesetről beszélünk, akkor mindenképpen elő kellene valóan ásni mélyről azokat az ismereteket, amiket a gépjárművezetői engedélye megszerzése során megszerzett, és mindenképpen kötelessége, nem lehetősége, kötelessége megkezdeni az elsősegély nyújtást a sérültnél. Természetesen ez bizonyos szintig juthat csak, tehát egy gerincsérültnél nem szabad a járműben lévő embert mozgatni, hanem láthatóan fel kell venni vele a kapcsolatot, el kell neki mondani, hogy hát ebben a helyzetben van, jön a segítség, hívják a segítséget, ellátják a sebeit, és tartani kell benne a lelket mindenképpen. A vetélkedőn a tatabányai csapat érte el a legtöbb pontot, így ők nyerték az idei gerecsen műszaki versenyt. Ismét összefőzték a megyét, 70 csapat nevezett az idei Faszén Fesztiválra. Sült a hús, a zöldség és a kolbász, szólt az utcazene a megyeháza parkolójában. Már messziről érezni lehetett a füstös illatokat. Az idén újdonságként a legifjabbak is villát, fakanalat ragadtak. Ez egy hagyományos főzőprogram. A lényege az, hogy faszénen kell, hogy készüljön az étel, és hát több mint 70 csapat vesz részt jelenleg itt a főzőversenyen. És Tatabánya mellett, vidékről és a járásból is jelentős képviselővel. Különleges ételek készülnek mindig, mert nem egyszerű, nem hétköznapi módon készülnek erre a megmérettetésre. Az, hogy valami ételt kell készíteni, az egy dolog, de nem ételeket készítenek, hanem ételcsodákat, és a többes szám nem véletlen. Hogyha körbe mentek, akkor láthatjátok, hogy több asztalnál eleve a teríték már előkészítve. Ott van a menüsor, mert hogy nem egy, két, három, hanem van, aki 4-5 féle étellel készül. És hát itt említeném a zsűri nem kis munkáját, mert hogy a zsűrinek mindent végig kell kóstolnia. Na most 70 csapatnál mondjuk, ha csak 2-3 étellel számolunk, akkor végig gondolhatjuk, hogy az hányféle étel. És idén újdonság volt, hogy bevezettük azt is, hogy junioroknak, tehát 18 éven aluliaknak is hirdettünk főzőversenyt, majdnem 10 csapat jelentkezett. Nagyon örülünk a fiataloknak, nagyon lelkesek, és hát egy-egy szülő kíséretében ők is készítenek különféle ételeket vagy ételcsodákat, úgyhogy mindenképpen izgalmas és jó út. Ez az út is, hogy a fiatalokat is próbáljuk bevonni a sütés-főzésbe. A vakációnak vége ugyan, de a Jókai iskola pedagógusai szeptemberben is együtt töltik a szabadidejüket. Összefőzték a csapatot. Azt gondolom, hogy ez egy jó csapatépítés, így a tanév elején újra összerázódunk. Hogyan készültek és mit főznek? Hát igazából egy olyan kolléganőnk állította össze a menüt, aki Ukrajnából származik, úgyhogy a mi ételünk az egy picit ukrán és grúz ízeket tartalmaz, mert egyfajta saslikot csinált, illetve különböző salátákat és grilleztünk zöldségeket is. A zsűrit is megfőzték a jókaisok, hiszen a grúz tarja nyárson a legfinomabb ételdíját nyerte el az idei Faszén Fesztiválon. Sütés-főzés közben pedig több helyszínen is utcazenészek szórakoztatták a közönséget és a csapatokat. A zsűri értékelése alapján több kategóriában összesen 12 díjat osztottak ki. A végeredményt, a győztes receptet és további interjút láthatnak keddi magazin műsorunkban. A csata kiáltások után már a falon keresztül elkezdenek összecsapni a fegyverek, így nehéz megsebesíteni, a kaput nagyon erősen tartják, hiszen
Az egyébként csendes Várrét csatazajtól volt hangos a hétvégén. Várgesztesen korhű ruhákban, régi zenével, az 1500-as évek hangulatával várták az érdeklődőket. A község nevezetessége ugyan felújításra vár, de a hagyományos lovagi játékok nem maradhatnak el. 700 éves a várunk, és igaz, hogy jelen pillanatban ideiglenesen be van zárva, de tudatosan úgy gondoljuk, hogy attól, hogy egy rekonstrukcióra vár a vár, a hagyományt nem akarjuk megszakítani, hanem évről évre igazából felvonultatjuk azt a történelmi múltat, vagy legalábbis próbálkozunk, ami megmutatja az ifjúságnak, főleg az ifjúságnak, hogy mi minden létezhetett itt a 16. században. A mai nap pont ilyen fegyvereket és ruházatot mutattak be. Az ország minden részéről hívtunk olyan speciális egyesületeket, akik hobbi szinten, de profi módon űzik azt, hogy őrzik a hagyományokat, és bemutatják ezeket. Elég változatos a program, minden évben újítunk. Az idei évben az egyik újítás az volt, hogy megszerveztük a megyei önkormányzat támogatásával az első tenisztornát, lovagi tornát. Jelen pillanatban is folynak a csaták, ott is csaták, illetve szettek. Meghívásos alapon a Villapart jóvoltából a Villapart teniszpályáján. Itt is vannak újdonságok. A újdonság például az, hogy még délelőtt és délután is volt bábelőadás, a nagyon kedvenc íjászatot is továbbfejlesztettük, a Pataráról ismert kovácsmesterek is itt vannak, tehát a gyerekek szempontjából sláger az ólomöntés, és épp a nagy hangzavarnak az az oka, hogy csata jelenet volt. A csata jelenetben minden évben újítanak a Vagabanda társaság. Az idei évben az volt a kérésük, hogy zoknikat hozzunk, és a gyerekeket beállították, és zokni csatát vívtak. A felnőttek pedig korán sem játékból mutatták be, hogy mi zajlott ezen a réten, amikor végvárként funkcionált a mai gesztesi turista látványosság. Mind a gesztesi vár, mind a Komárom megyei, Komárom-Esztergom megyei várak többször cseréltek gazdát. Itt 6-8-6-8-szor a 147 év alatt volt, amikor csak néhány hónapig volt egy kézen, de volt néhány évtizedig volt egy kézen, akár oszmán, akár keresztény kézen. Nyilván meg akarták szerezni, mondjuk most az 1500-as év évek második felébe vagyunk, a gesztesi vár keresztény kézen van, és az oszmánok ezt meg akarják szedni, és mindent elkövetnek komoly erővel, létszámbeli erővel és technikai erővel, ágyukkal vonulnak a vár alá, hogy megrettentsék a keresztényeket. Ez most mindjárt ki fog derülni, sikerül vagy nem. Annak idején nem sikerült, hiszen a vár nagyon jól védhető, egy magaslaton van, és a Magyarországon a legtöbb várat, amit így építettek, ezt vagy néhány napi ostrom után feladták, feladták az ostromot, az oszmánok, hiszen tovább mentek egy nagyobb vár felé, szolidottak ez ilyen jellegű kötelesség, vagy véletlenül sikerült, de ez csak a véletlenül múlhatott. A magaslati várak, a végvárak, ezek előnyben voltak a hadakozók esetében. A vár sorsáról, a tervekről keddi magazin műsorunkban láthatnak, hallhatnak. A lelkünkkel, annak egészségével is foglalkoznunk kell nap, mint nap. A Turulvölgye Ezotér Társaság 6. alkalommal hívta és várta Bánhidára azokat, akiket vonza népi vagy természetgyógyászat, de akár ásványok vagy a zene segítségével is gyógyulhattak az érdeklődők. A társaságunkban különböző foglalkozású emberek vannak, különböző tevékenységet folytatnak, mindenki saját maga képezte magát különböző iskolákban, ezek az alternatív gyógyítással foglalkozó iskolák, vagy népi gyógyászat, vagy természetgyógyászat, de vannak, akik különleges képességekkel rendelkeznek, auralátók, akik nagy empátiával fordulnak azok felé, az emberek felé, akik ilyenkor megkeresik őket. Vajon miért fordulnak az emberek egyre inkább e felé, az irányzat felé? Ez jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy a mai hajszolt világban az embereknek egyre több problémája van, amit nagyon nehéz megoldani. Itt nem csak az anyagi gondokra célzok, az is jelentősen szerepel ilyenkor, hanem inkább a lelki problémákra, amit a család, a párkapcsolat, a munkahely és az egyéb emberi kapcsolatok
legtöbb okoznak. És mi erre a megoldást tudunk magunkon segíteni? Igen, tudunk magunkon segíteni, és ez a legfontosabb, mert szokták mondani, hogy segíts magadon, az Jóisten is megsegít. Mégpedig azért, mert ezek a technikák, ezek a meditációs, relaxációs technikák mindenki számára elsajátíthatók. Látom a környezetemben. Látom, mivel hogy sportolok, sokat vagyok fiatalok között is, de vagyok sokat öregek között színpadon, előadásokat tartok. Látok egy ébredési folyamatot, amit én a zenémmel, szerény tehetségemmel, magyar költők verseire írt, válogatott magyar költők verseire írt zenémmel próbálok erősíteni. Ez az ébredési folyamat egy olyan 10 éve indult el, úgy tudnám meghatározni, ha bár vannak korábbi gyökerei, tehát azok az emberek, akik mindig keresnek, végül is találnak. Az ásványok kétféle célra használatosak. Klasszikusan eszközként használják őket, napjainkban viszont inkább ékszerként. És itt külön kell választani a természetes ásványokat, és azokat, amik nem természetesek, tehát a laborba készültek, vagy a teljesen szintetikusak. Nekem az az egyértelmű véleményem, hogy a természetes ásványokat, amiket élő ásványoknak is neveznek, ezeket célszerű használni, hogyha valaki ezoterikus célokra alkalmazza. Az ősz az egy nagyon kedvező időszak ilyen szempontból, ugyanis már mindenki kinyaralta magát, föltöltődött a nyári energiákkal, a nyári típus energiákkal, viszont az ősszel is. Tehát nekem az a véleményem, minden évszaknak megvannak azok a kedvező előnyei, amivel töltődni tudunk. Az ősz ilyen szempontból nagyon előnyös, ugyanis kicsit már kezd rövidülni a napok hossza, könnyebben el tudunk vonulni, reggel is, este is több időnk marad arra, hogy meditáljunk és töltődjünk. A kristályok ebben nagyon sokat tudnak segíteni. Kecskemétről érkezett Tatára az a vándorzászló, ami a polgármester irodájában vendégeskedik jelenleg, hiszen 2017-ben városunk rendezheti meg az országos főépítészi konferenciát. A szakmai találkozót önkormányzati és állami főépítészek kezdeményezték 1996-ban, azóta mindig máshol szervezik meg az eseményt, aktuális témákról és kérdésekről egyeztetnek a szakemberek. Jövő év augusztusának a vége felé szeretnénk majd a Barokk Fesztivállal összecsengetni ezt a konferenciát. Ide várjuk közel 200 vendéget, akik várhatóan az ország különböző pontjairól a tatai konferenciát is majd megtisztelik. Ez az miatt is egy komoly presztízs a városnak, mert hogy az ország minden területéről jövő városépítészettel, városfejlesztéssel foglalkozó szakembereknek bemutathatjuk, hogy Tata hol tart, Tata hova jutott el az elmúlt 10 esztendő alatt, és mi minden az, amit a szemünk előtt lebegtetve a jövőként megfogalmazunk, és szeretnénk megvalósítani, úgyhogy nagy örömmel várjuk a főépítészeket jövőre Tatára. Azt gondolom, hogy olyan kérdéseket tudunk felvetni majd a jövő évi főépítész konferencián, ami országos szinten érdekelheti a főépítészeket. Én szeretném, hogyha kicsit a településeknek a jövőképe kerülne szóba, hogyan tud egy kisebb vagy nagyobb település hosszú távon tervezni, építkezni. Kicsit szkeptikus vagyok a fejlődés szóval. Én azt gondolom, hogy hosszú távon ki kell találni azt, hogy mitől jól működő egy település, hogy tud hosszú távra gondolkodni, tervezni. Remélem, hogy jó viták lesznek ez ügyben. És hát szeretnénk egyébként megrendezni az első család és gyerekbarát főépítészi konferenciát is, kihasználva, hogy a városnak van egy ilyen címe. Eddig ugye elkülönültek a főépítészek a családjaiktól, hogy bízom benne, hogy ez is sikeres lesz. És hát ami nagy előnye a városnak, és ezt szeretnénk is bemutatni, hogy hogyan tud az épített környezet a természeti környezettel együtt élni,
ugye Tatán ez megtalálható, ugye ez is egy kiemelt szempont lesz majd a konferencia témakörében. Hát amit tervezünk még, hogy valamiféle nemzetközi gyakorlatot is bemutatni, támaszkodunk majd a testvérvárosainkra, ami szintén izgalmas lehet mondjuk a magyarországi településeknek, hogy hogy csinálják ezt máshol. A fegyver nem maga is idén 100 éves, Magyarországon pedig éppen 80 éve csatlakoztak a hadsereghez harckocsik. Az európai szinten is legendásan felszerelt és ütőképességéről híres 11. harckocsi hadosztály 1961 és 87 között működött. Ekkor Tata gyakorlatilag a harckocsizás fellegvára volt. A 25. Klapkagyőr lövészdandárnál megemlékezést és koszorúzást tartottak az egység tiszteletére. Nagyon sok tanulsága van annak, és nagyon sok tapasztalata van annak, ahogy jelen pillanatban a Magyar Honvédség működik. Ezeket a tanulságokat, tapasztalatokat mind ebből a múltból vesszük. Nagyon sokszor, amelyeket ez a harckocsi hadosztály, amelynek a megalakulásának az 55. évfordulóját ünnepeljük, alakított ki. És egyben ezáltal természetesen szeretnénk a tiszteletünket is kifejezni az elődeink előtt, azok előtt, a katonák előtt, akik szintén életüket is adott esetben kockáztatva, hiszen ez azért egy veszélyes szakma volt, és veszélyes szakma jelen pillanatban is. Szóval az életüket kockáztatva, és az egész életüket, egész karrierüket, életpályákat feltéve munkálkodtak azon, hogy Magyarországnak ütőképes és hiteles fegyveres ereje legyen bármilyen korszakban. Most is Tatán működik a Magyar Honvédség egyetlen harckocsi zászlóalja a régi idők örökségeként, melyre az ünnepség résztvevői közül többen személyesen is emlékeztek. Nekem szerencsém volt, hogy szolgálhattam ebben a helyőrségben csapattisztként, mint harcosi zászlóparancsnok a 25-ös ezrednél, a 25-ös ezrednek parancsnokaként, majd később egy kis kitérővel, majd visszatérve a helyőrségbe a 14. harcosi hadosztály parancsnokaként 4 éven keresztül. Hát nagyon sok mindent el lehetne mondani, de ki kéne emelni a részleteket, akkor azt tudnám elmondani, hogy a harckocsizók vonatkozásában ebben a helyőrségben történtek a nagy feladatoknak a megkezdése és a nagy feladatoknak a végrehajtása. Így gondolok itt a átfegyverzési feladatokra, így például a T-34-esekről, az 55-ösökre, majd később pedig a legkorszak, ami ma is jelenleg itt a laktanyában, itt van a T-72-es harcocsiknak a rendszerbe állításán keresztül. Az emléktábla előtt ezen a napon tiszteletüket tették többek közt a Honvéd Bajtársi Klub tagjai is, mindazok, akik a 11. harckocsi hadosztály emlékeit, értékét és üzenetét őrizni kívánják a jövőnek. Ismét pályázatot hirdet a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár. Ezúttal rövid filmeket, trélereket várnak az ifjú olvasóktól, hogy ezzel is népszerűsítsék egyrészt kedvenc olvasmányaikat, másrészt magát az olvasást. Tavaly már írt ki ilyen jellegű pályázatot a könyvtár, amire sokan ugyan nem jelentkeztek, de azok, akik pályáztak, ígéretes munkákat adtak be, így a könyvtár munkatársai úgy gondolták, van létjogosultsága az idén is egy ilyen programnak. Elkezdődött az iskola, a könyvtárban is beindultak a programok, és úgy gondoljuk, hogy itt tanév elején a média tanárok, illetve a magyar szakos tanárok figyelmét is egy kicsit ráirányítva a könyvajánlóra, egy más formában szeretnénk újra kérni pályázatokat. Ez hasonlóan a könyvajánlóhoz egy filmes könyvajánló, aminek a lényege az, hogy különféle technikai eszközökkel, videokamerával, okostelefonnal vegyenek fel kis történeteket az arra vállalkozók azokról a könyvekről, amelyeket szívesen olvastak, amiket szívesen ajánlanának másnak is olvasásra. A pályázatnak a beadási határideje a szeptember 28-a, tehát most nem hagytunk rá annyi időt, de mivel volt előzménye, úgy gondoljuk, hogy tartható ez a határidő. Kikötés, hogy másfél percnél hosszabb ne legyen. Két kategóriában hirdetjük meg a pályázatot, általános iskola 8. osztályában, illetve a középiskolás korosztálynak.
És sok szeretettel várjuk a vállalkozó szellemű fiatalokat, illetve az őket támogató tanárokat is. Azt még el kell mondanom, hogy sokféle formában várjuk ezeket a filmes könyv előzeteseket, tehát lehet akár némafilm, lehet élő film, de meg lehet valósítani rajzos eszközökkel is, lehet hangaláfestés, vagy pedig esetleg szöveges is. A könyvtár honlapján, az mzvkatata.hu honlapon rajta van a tavalyi győztes filmtrailer pályázat, illetve az a kis filmecske is, amit a könyvtárosok annó maguk alkottak. Talán a két véglet, hiszen az első helyzet egy profi könyvtréleres ajánló volt, mi pedig a saját eszközeinkkel próbáltunk, úgy gondolom, hogy közte még sok-sok pályaműbe fog férni. Mint minden programunknak valahol az olvasóvá nevelés és a könyvek szeretetére való figyelem ráirányítása a cél, újabb és újabb eszközökkel, hiszen a könyvnek, a papír alakú könyvnek mindig létjogosultsága van, de mellette az új technikai eszközöket is el kell fogadni és használni kell, illetve nem szabad elutasítani, és ezért próbáljuk most ilyen formában ezeket a dolgokat. 5 éve működik a közfoglalkoztatás, mint a kormány kiemelt programja. Az elmúlt időszakban számos eredmény sikerült elérni. Ezeket mutatja be az a közfoglalkoztatási kiállítás, amelyet a kormányhivatalban rendeztek. A kiállítás szervezése már hónapok óta zajlik, hiszen azért komoly előkészületeket igényel, hogy így összeálljon maga a kiállítás rész, illetőleg a szakmai konferencia programja is. Az idejében több mint 50 kiállító vesz részt a kiállításunkon. Vannak közfoglalkoztatók, akik csak képekkel mutatják be a tevékenységüket, de láthatjuk, hogy gyönyörű szép virágokkal, termékek, termények bemutatásával is megpróbálják közvetíteni az általuk elvégzett munka fontosságát, annak az értékét. Mert tehát közfoglalkoztatás van, megyénkben jelenleg már 3000 főt némileg meghaladja a közfoglalkoztatottak száma, és akik közfoglalkoztatásban dolgoznak, számukra ez nagyon fontos, hiszen a megélhetés biztosítja a családjuk számára. A közfoglalkoztatási program eredményessége jól mérhető számokban is. Beszédes az az adatsor, hogy 2010-es kormányváltás óta 600 ezer emberrel több dolgozik, ennyivel többen állítanak elő értéket az országban. Ez két irányból jelentkezett többletként, egyrészt évről évre jobban teljesít a gazdaság, egyre erőteljesebb a gazdaság fellendülése, gyorsulása, az aktív elsődleges munkaerőpiac teremtett munkahelyeket, cégek, nagyvállalkozások, kis-közepes vállalkozások, és emellett természetesen a javuló adatokban benne van a közfoglalkoztatás is. 5 éve megy a rendszer, ahogy az imént elhangzott. Nagyon fontos segítséget jelentenek a közfoglalkoztatottak az önkormányzatoknak, de akár az országos közfoglalkoztatóknak, az erdészetnek, vagy éppen a rendőrségnek, és igenis értékteremtő munkát képesek végezni az ebben a szektorban tevékenykedők. Én két dolgot emelnék ki, egyrészt megvan előttük a lehetőség, és egyre többen élnek a közfoglalkoztatottak közül azzal, hogy az elsődleges munkaerőpiac irányába el tudnak mozdulni. A másik, hogy értékteremtő munkát végeznek, hogy a kiállításon is látszódik, akár mezőgazdasági munkában, akár parkfenntartási feladatokban, akár kisebb útjavítási, útépítési munkákban nagyon nagy segítségükre vannak a települések. Tata városa is bemutathatta az elmúlt 5 évben elért eredményeit a megyei közfoglalkoztatási kiállításon, amelyet a kormányhivatalban rendeztek. Az eseményen Tataváros polgármestere számolhatott be a helyi jellegzetességekről és a program sikeréről. Most már 5 esztendeje, nagyon-nagyon sok tatai család örülhet annak, hogy édesapa, édesanyja vissza tudott tanulni a munkába, olyan lehetőséget kaphatott, ahol nem könyöradományból kellett megélniük, hanem a munkájukért kaphattak bért, közmunka után fizetendő bért. Egy olyan kategóriába kerülhetett be, ami a segélynél több, de valamivel kevesebb, mint ha valaki egy normál foglalkoztatóhoz tud elmenni dolgozni. A cél az, hogy oda jusson el mindenki azok közül, akik a közfoglalkoztatásban részt vesznek. Az a jó hírünk van a tataiaknak, hogy sajnos már közfoglalkoztatottat is alig találunk,
Ez azt jelenti, hogy nagyon sokakat közülük el tudtunk helyezni a munkaerő piacon, és gyárakban, üzemekben dolgozhatnak, és azok, akik pedig most jönnek még be esetleg a közfoglalkoztatásba, nekik pedig különös programokat igyekszünk ahhoz létrehozni, hogy az egyéb mentális, lelki, szociális hátrányaikat is le tudjuk dolgozni, és őket is átsegítsük ezen az úton. Szóval egyre inkább az a izgalmas állapot áll előtatán, hogy minél több feladatot majd már nekünk is normál munkatársakkal, bocsánat a kifejezésért, tehát normál foglalkoztatásban fölvett munkatársakkal végzünk. Egyébként mi magunk is, tehát a város is sokakat vett föl azok közül, akik közfoglalkoztatásba kezdtek, aztán véglegesíteni tudtuk őket. A Tatai Közfoglalkoztatási Program kiemelt szereplője a Városgazda Kft. A Városgazda a közfoglalkoztatási programban nagyon-nagyon jelentős szerepet vállalt. Körülbelül egy 100, akár 150, de már volt olyan eset, amikor 200 közfoglalkoztatottat is foglalkoztatott a Városgazda Kft. Ezért bátran mondhatom, hogy talán a legnagyobb partner az önkormányzatnak abban, hogy a közfoglalkoztatotti programban dolgoztassuk és megélhetést biztosítsunk az ebben dolgozóknak. Elsősorban egy olyan kiállítási képet láthatnak itt a kedves érdeklődők, ami a Városgazdának azt az arcát mutatja meg, ahol a park gondozással kapcsolatos feladatokat látjuk el. Ebben természetesen az üvegházi technológiának a bemutatása, milyen növényeket állítunk elő az üvegházban, milyen pici növényeket nevelünk, és utána ezeket a növényeket kiültetjük természetesen a parkokba, a közterekre, a város építésére. A nyári szünet után újra megtelt élettel a Kenderke székháza, ahol tanévnyitó ünnepséget szervezett a művészeti iskola. A hagyományoknak megfelelően Szabó Előd református lelkész gondolataival kezdődött az ünnepség, amelyet a tánc és zenepedagógusok rövid műsora követett. Már hagyományos, hogy évnyitókor a tanárok készítenek műsort a diákoknak, ezzel is megmutatjuk, hogy hova juthatnak el, vagy ennél persze még tovább is eljuthatnak. Ezekben a művészeti ágakban megjelenik lehetőleg mindenki, attól függ ki, hogyan ér rá. A modern tánc, a néptáncnak különböző formái, illetve a népzenének is megjelenik az eleme, illetve a trombita is. Kenderkében, végülis a bűhelyben már egész kicsikortól megjelennek, hát remélem, hogy idén is lesz 3 évesünk, mert minden évben van. És akkor a felső határ a csillagoség, tehát arról már nem is illik beszélni, olyan idősek is járnak hozzánk. Az élet ez nem specifikus korosztályonként, ahogy az iskolákban most ez tapasztalható, hanem vegyes, van benne idősebb, fiatalabb, és mindegyik korosztály rejt egy-egy bölcsességet az életről, és ezeknek az átadásának a lehetőségeit nyitják meg az ilyen alkalmak. A több mint 2 évtizede működő iskolában az idén is számos programmal készülnek. 21. tanévünket kezdjük, és egész nyáron szorgosan készültünk a következő tanítási évre. Mi azt szoktuk mondani a gyerekeknek, hogy sose hátra nézzenek, szép volt a nyár, jó volt a nyár, nem kesergünk, nem siratjuk, annak örülünk, hogy újra együtt vannak a közösségeink, és mi nagyon sok örömet, boldogságot élünk meg a gyerekekkel együtt, abból adódóan, hogy táncolni tanítjuk őket. A fürkész programra is erőteljesen készülünk, 2 szaktantermet építettünk föl a nyáron, az egyik zeneoktatásnak lesz a színhelye, az udvari épület, a másik pedig a kézműves műhelyek. Itt minden évben újra jelentkeznek a gyerekek, ez ugye nem a kötelező oktatási intézmény, és ezért én szeptemberben csak becsülni tudom a létszámot. Hát 350-400 között várjuk az idei érdeklődőket is. 35 éves jubileumunk lesz, ugye 81-ben alakult a Kenderke, iskolaként 21. tanév, de egyébként a 35. évünket zárjuk. A rendkívüli képviselőtestületi ülésen 7 napi rendi pontot tárgyaltak meg. A napi rendi pontok tárgyalása előtt Mikl József polgármester megemlékezett a közelmúltban elhunyt Pap Sándor volt tanácselnökről. Pap Sándor tanácselnök 83-tól 87-ig volt a város vezetője.
ez alatt is nagyon sok mindent igyekezett megtenni, hogy a város építése, fejlesztése jó úton haladjon, de én különösen a sportéletben való tevékenységét szeretném kiemelni, amit az egész város megköszönhet, hiszen a városi sportéletben az edzőtábor igazgatójaként is, de utána is sportszervezőként nagyon sokat tett, úgyhogy ezért hálásaknak kell lennünk felé. Az egész család számára fejezte ki a képviselőtestület az együttérzését, és azt fogalmaztuk meg, hogy az a életmű, életmunka, amit Pap Sándor Tatáért tett, az a család örök büszkesége maradhasson, és Jóisten nyugtassa őt, a családnak pedig mielőbbi megbékélést kívánunk. Első napi rendi pontként egy pályázati lehetőségről döntöttek, amely új tatai piac kialakításának megvalósításáról szólt, helyi agrárlogisztikai fejlesztésről és az iskolai konyhák felújításáról is. Korábban már szót ejtettünk erről a lehetőségről és tervünkről. Elindítottunk egy olyan projektet a városban, ami azt szolgálja, hogy a helyben megtermelt javakat, helyben megtermelt élelmiszereket tudjuk a gyermekeink asztalára tenni. Ehhez egy feldolgozó, előkészítő és raktározó logisztikai központot szeretnénk létrehozni, és a terveink között az szerepel, hogy a iskoláink 4 konyháját megújítjuk, van amelyiken építészetileg is be kell avatkozni, van ahol csak a technológiát kell megújítani, de a legfontosabb újításunk az azt szeretném, hogy az legyen, hogy egy egészen más stílusban és másfajta módon étkezzenek a gyerekeink, ehhez viszont nagy szükségünk lesz tantestületeknek az együttműködésére, hogy az iskolák is ebben a programunkban igazi gyermekbarát hozzáállással segítsék, hogy ez a fajta átalakítás is jól sikerüljön, és valóban a gyerekeink ott étkezzenek az iskolába, meleg ételt tegyenek minden nap, és az a meleg étel, mint a mostani is, hasonlóan, ha lehet, még jobb legyen a következő időszakban is. A pályázat másik része pedig a piac, új piacról szól. Az új út és a volt TAC pálya sarkában van az önkormányzatnak egy területe. Erre a területre javasoljuk azt, hogy épüljön meg a városi új piac. Tervpályázatot írtunk ki, 13 pályázatból választottuk ki a szerintünk legpraktikusabb és legjobban odailleszkedő pályaművet. Ezt szeretnénk megvalósítani, erre adunk most be pályázatot. Egyébként szombaton ezt a piacon is bemutattuk a piacozóknak és a vásárlóknak, és azt mondhatom, hogy nagyon nagy sikert aratott, mert mindenki nagyon pozitívan állt az ötlet mellé. Szeretnénk, ha egy olyan állandó biztos piaca lenne végre Tatának, ami méltó ehhez a városhoz és az itteni hagyományokhoz. Második napi rendi pontként a nyugati elkerülő út nyomvonalának változatairól fogalmazott meg véleményt a képviselőtestület, de ez nem az a nyomvonal, illetve nem az az elkerülő szakasz, amiről mondjuk 10 évvel ezelőtt döntött már a testület. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT azzal keresett meg bennünket, hogy elkészültek az új nyomvonalnak a legújabb változatai, amit szeretnének egy szakmai zsűrin átfuttatni. Ehhez viszont arra van szükségük, hogy az önkormányzat mondjon véleményt erről az elképzelésről. Valóban nem a vértesszőlős felőli elkerülőről beszélünk már régóta, hanem a déli elkerülőről, ami azt jelenti, hogy a környe felőli út, környéről jövő út egy része már ennek a mentén fut, és az autópálya előtt egy új rácsatlakozással a mostani autópálya kereszteződésnél, egy 2 kilométerrel Komárom felé, ott lenne egy új csatlakozás, és durván abban az ívben egészen a Laktanyán túlra jönne vissza a Szomodi csatlakozás után, lépne rá újra az egyes útra ez az elkerülő szakasz. Minden egyes ponton lehajtási lehetőséggel, bekötéssel Tatára, így még akár a Fényesfasor végén is, a szennyvíztelep után is lenne egy rácsatlakozási lehetőség erre az útra, ami tehát összességében egy nagyon előnyös fejlesztés lenne a városnak, és azt a óriási terhet, amit az Esztergom felől jövő gépjármű forgalom jelent a város számára,
azt elvenni. Ehhez járult most hozzá az önkormányzat képviselőtestülete, két legjobb változatot támogattuk. Közösségi felsőoktatási képzési központ létrehozása Tatán, ez volt a következő napi rendi pont címe, de ez valójában a Piarista Rendház további sorsáról is döntött. Egy régi, nagy, súlyú feladata az önkormányzatunknak, Tata városának, hogy azokat a műemléki együtteseket, amelyek a város tulajdonában vannak, azokat méltó funkcióval lássa el, és folyamatosan fejlessze. Piarista Rendház korábban a Középiskolai Kollégiumnak adott helyet, viszont erre a funkcióra teljesen alkalmatlanná vált. Több ponton még azt is megkockáztattuk, hogy életveszélyes is lehet, például a villamos ellátása vagy a víz ellátása az épületnek, tehát alkalmatlan lett a kollégiumra. 3 éve üresen áll, folyamatosan próbáltunk befektetőt találni a rendház megújítására, ezt nem sikerült megtalálnunk, ezért úgy döntöttünk, hogy mi magunk fogjuk felújítani, apránként, lépésről lépésre. Ennek az első üteméről döntött ma a testület, illetve bocsánat, korábban döntött a testület, ma a funkcióról döntöttünk. A KFKK, tehát Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ nevű szervezet, Magyarországon még csak néhány van, a Tatai az egyik első között jöhetne létre, ami azt jelenti, hogy mi adjuk az eszközt, az épületet, az infrastruktúrát, a különböző egyetemek pedig beszállítanak képzéseket ebbe a központba. Így első képzésként a Soproni Egyetemnek a csecsemő és kisgyermeknevelő szakja lenne, ami a bölcsődei dolgozóknak a diplomához való juttatását segíti. Ez mellett szerződést kötöttünk a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társasággal, amelyik szintén egy pályázat keretében még pénzt is tud hozni az épület megújításához, karbantartásához, rendbetételéhez, és a harmadik láb pedig az ELTE-vel, illetve az EGRI egyetemmel tanár továbbképző programoknak a szervezése. Tehát ez a 3 láb lenne az, ami ezt a programot elindítaná, és terveink szerint egy folyamatos felújítás, átépítésnek lehetne az alapja. Két ingatlanügyben döntött ezt követően a képviselőtestület, az egyik témája a Tata és Szomót között a Günther térségére vonatkozott, a másik pedig a Jávorka Sándor iskola mögötti területre. A Szomód és Tata közötti határvonalat, közigazgatási határt szükséges módosítanunk. A város legnagyobb munkáltatója a Günthernek van egy olyan területe, amely szomódi közigazgatási területre esik, ezért nem tudja összevonni a saját tatai területeivel, ezért az építési, tehát a fejlesztési programba nem bevonható ez a terület így. Ennek a módosítására született az a gondolat, hogy Tata átad ennél egy jóval nagyobb területet Szomódnak, közigazgatási területet, ezek mind magántulajdonok egyébként, és ennek a segítségével ez a további építése, fejlesztése megvalósulhat. Egyébként ez a határrevízió azért is jogszerű, meg azért is kell megtennünk, mert valamikor a tanácsi időben, a szocializmusban egy nagyon rossz határvonalat húztak a két település között. A szomódiaknak ez egy régi fájdalma is, hogy akkor bizonyos területek elkerültek tőlük. Most ezen a akkori sérelmen egy kicsit Tata városa így igazítani tud, egy kicsit segíteni tudunk Szomódnak. A másik döntésünk pedig a Jávorka mögött épülő kosárlabda sportcsarnok szerződésének a módosítása. Folyik a beruházás, ugye az alapozás, a talaj előkészítés megtörtént, a mély alapozás megvan, és most következik a felépítménynek a megépítése, a közbeszerzésben van benne a cég, viszont a közbeszerzés első fordulója nem járt sikerrel, nem sikerült kiválasztani a kivitelezőt. Ahhoz, hogy az összegen is csökkenteni tudjanak, bizonyos pontokon változtatni kell, ezért egy szerződésmódosításra kerül sor, erről döntött ma a képviselőtestület. Döntött arról is a képviselőtestület, hogy a Komárom-Esztergom megyei foglalkoztatási paktumhoz csatlakozik. Ez egy furcsa kifejezés, ez a foglalkoztatási paktum. Igazából arról van szó, hogy az Unió támogat olyan projekteket Magyarországon,
és erre írt ki pályázatot a magyar állam, amelyben a jövőbeni foglalkoztatási helyzet javítását lehet elérni. Ehhez szükséges oktatás, kompetenciafejlesztés, esetleg önálló új munkahelyeknek a létrehozása. Ez azt jelenti, hogy több szereplős történetről van szó, ez egy komplex lehetőség, és ebbe hívott meg bennünket a megyei közgyűlés, a megyei önkormányzat, és erre bólintott ma Tata városa, hogy szeretnénk igen mi is ennek a Paktum szervezetnek, ennek a foglalkoztatást szervező közösségnek a tagja lenni. Én remélem, hogy ez megint csak sok tatainak nem csak hogy új munkahelyet jelenthet, hanem a önálló fejlődésében is, és a helyi cégeknek is egy nagy lehetőséget hozhat. A képviselőtestület zárt üléssel fejezte be munkáját, mégpedig szavazatszámláló bizottsági póktagok megválasztásával. A nyári szünet remek lehetőség volt arra, hogy régi vágya beteljesülhessen a Bláthy iskola vezetőségének, de legfőképpen a testnevelő tanároknak és a diákoknak. Az elmúlt időszakban ugyanis felújíthatták az iskola tornatermét, amire már nagy szükség volt. Amikor tavaly évelején beszélgettünk arról, hogy állami fenntartásba kerülünk, ugye sok kétkedő volt, egy kicsit köztük én is, hogy milyen irányba tudunk menni, hogy ez mennyire lesz jó nekünk, és így a tanév előre haladtával mindig éreztük, hogy igen, szükség van ránk, szükség van a munkánkra, erre az iskolára, és ennek a keretében belül volt egy olyan kérés a főigazgató asszony felől, hogy részéről, hogy legyünk kedvesek és írjuk össze azokat a dolgokat, amik halaszthatatlanok az iskola életébe, ahhoz, hogy egy kicsit megszépüljünk, vagy egyáltalán, hogy az oktatást ugye minél színvonalasabbá tudjuk tenni. És hát egyértelmű volt számunkra, hogy a tornaterem az, ami ugye a legrégebbi épületrész szárny ugye az iskolának, és hát az szorul a legnagyobb felújításra, és akkor ült össze ugye a centrum vezetése, és fölmérték azt, hogy egyáltalán milyen felújításra van szükség, és akkor így indult el ez a folyamat. A felújítással végre sikerült megszüntetni a korábban problémát jelentő dolgokat, úgy mint a beázást, a potyogó vakolatot, az eldeformálódott ablakokat és az elhasználódott padlót. A kiszolgáló létesítmények is nagyon rossz állapotban voltak, mind felszereltségileg, mind ugye állapotilag, úgyhogy, és hát ami nagyon fontos volt, hogy a tanároknak végre legyen egy olyan helysége, amin egyáltalán ablak van, ugye, és hogy ők is úgy érezzék, hogy otthon lehetnek ebbe a tornaterembe, vagy ebben az épületszányban, úgyhogy ez vezérelt bennünket, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Most ebben az évben majdnem 860-an vagyunk, úgyhogy így azt mondom, hogy az egész iskolát érinti valamilyen szinten. Természetesen ugye ezzel a nehézségeink azért még nincsenek megoldva, és külsős segítség is kell ahhoz, hogy a tornaórákat ellássuk, de reményeink szerint januártól már az új sportcsarnokban is lehetnek majd testnevelés óráink. A városi sportcsarnok használatáig pedig marad a felújított tornaterem, bár még ott is akadnak feladatok. A sportszerek ugye felújítása még folyamatban van, arra is kaptunk jó ajánlatokat a helyi vállalkozóktól, nagyon kedvesek voltak, és amikor hallották, hogy ilyen nagy projektünk van, akkor többen jöttek és felajánlottak a segítségüket, úgyhogy ez még hátra van, meg igazándiból az, hogy a gyerekek belakják ezt az épületrészt, és elkezdődjön rendesen a tanítás ott is. Dobroszláv Lajos 1902-ben született, hosszú és rendkívül gazdag életpályát hagyva maga után 1986-ban hunyt el. Ennek a 30 éves évfordulónak emlékére a Fellner Jakab Kulturális Egyesület Kövesdi Mónika művészettörténész tolmácsolásával mutatta be a festőművész munkásságát mindazoknak, akik ma is szeretettel emlékeznek a tatai kötődésű művészre. Most nem kiállítást fog nézni az érdeklődő, hanem a vetítés formájában nagyon-nagyon sok képet élményszerűen fogunk megnézni. Végig kísérjük az életutat, aminek ugye a két hangsúlya van, az egyik a korai korszak felső gallához kötődik, egy bányász környezethez, egy igazán festőnek készülő, erőteljes alkotónak a művészetét tudjuk így körvonalazni. A másik korszak, ami igazán Tatához kötődik, 1942-vel kezdődik, amikor ide kerül a Piarista gimnáziumba, és egy fordulatot vesz az életmű akkor,
beszűkül, a művész egyre jobban elmagányosodik. Ez nagy részben annak a korszaknak tudható be, annak a nagyon is egyházellenes, vallásellenes kornak, egy ilyen nagyon, nagyon megfigyelős, nagyon félelemmel teli kornak, amikor is nagyon korán nyugdíjba vonul a művész, visszavonul, és érdekes módon ez nem jelenti a festőművészetének a felszabadulását, hanem ott is ugyanezt ezen az úton kísérhetjük tovább. Az Egyesület már évekkel ezelőtt is felvállalta a városban ismert, tisztelt művész emlékének ápolását, rendszeresen várják visszatekintő kiállításokra is a vendégeket. A mostani alkalom is ezeknek az eseményeknek a sorába tartozik. A Fellner-Jakab Kutás Egyesület programjainak nagyon fontos része a megemlékezés, megemlékezés azokról az emberekről, akik valamilyen módon kötődnek városunkhoz. Ez az identitást is erősíti, a városunkhoz való kötődést az embereknek. 2005-ben kezdtük el az In Memoriam Dobroszláv Lajos elnevezésű Akvarell Biennálét, ami már nemzetközivé forrta ki magát, hiszen majdnem minden testvérvárosunkból is jöttek. Tavaly tizedik éve és hatodik alkalommal szerveztük meg, ugye Biennáli két évenként van. Tehát olyan emberekről emlékezünk meg, akik itt éltek, vagy itt laktak, itt születtek, vagy hogy a munkájuk ide kötötte valamilyen úton, módon. És hát ezt szeretnénk tovább is csinálni. Tehát a ismeretterjesztő programunknak ez fontos része. Az edzőtáborban várta a Komárom-Esztergom megyében dolgozó testnevelőket a Megyei Diáksport Egyesület. A legfőbb cél, hogy olyan szakmai kérdéseket tudjanak megvitatni a résztvevők, amelyek a Diákolimpia őszi-tavaszi idényét érintik. Évről évre elég sok a változás, így most is volt miről tájékoztatni a testnevelőket. A Magyar Diáksport Szövetség nagyon megköveteli azt, hogy most már elektronikusan jelentkezzen minden gyerek a Diákolimpiai versenyrendszerbe, tehát nyilván nem a gyerek, hanem a testnevelőnek mindenkit regisztrálni kell, ugyanis a megyék és a körzetek is ehhez képest kapják a támogatást. Tehát mindenkinek érdeke az, hogy minden olyan gyereket fölírjon nevezve, aki indulni fog bármilyen körzeti vagy megyei versenyen. Ez az egyik legfontosabb. Aztán évről évre változik a diákolimpiai sportágaknak a mennyisége. Tehát van, amikor bekerülnek sportág, van, amikor nem. Most például a grundbirkózás került vissza néhány év után. Tehát ez is fontos, mert azért a megyéből is elég sokan indulnak ezen. Aztán még, ami nagyon fontos, ami sajnos fontos, hogy atlétikában kimarad egy olyan verseny, ami mindenki számára nagyon fontos volt, ez az ügyességi csapatbajnokság, ez ugye ősszel és tavasszal is jelentett versenyt. Most gyakorlatilag ősszel kimarad, egyedül a mezei futás lesz, és hát sok versenynek változott az országos időpontja, ehhez képest hamarabb kerültek a megyei versenyek, úgyhogy ősszel körülbelül 6-7 megyei döntőt kell rendezni egy-egy sportágban. Azt gondolom, hogy az elmúlt években lendületet vett a magyar diáksport élet, mert azt figyelembe kell venni, hogy 2011-12 fordulóján bizony bajban voltunk. Nem akarok nagyon a számokkal dobálózni, de egy ilyen összességében 166 millió forint volt arra, hogy országosan megszervezzük a diákolimpiai versenyrendszert például, és ez a 2017-es költségvetési évtől majdnem háromszoros pénz, ami rendelkezésünkre áll, de nyilván nem csak ez határozza azt meg, hogy mennyire aktívak a gyerekek ma Magyarországon. Én azt gondolom, hogy a mindennapos testnevelés bevezetésével is, de egyéb más sikeres projektjeinkkel is azt hiszem, hogy sokat tettünk az elmúlt időszakban azért, hogy többet mozogjanak a gyerekek. Hadd említsem meg az egyik legfrissebb fejleményt, ugye 10 év rendezi meg a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Diáksport Napját, ami gyakorlatilag egy kampány, egy olyan kezdeményezés, aminek az a lényege, hogy minden gyerek mozogjon legalább 120 percet egy napon, és az egyetlen ajánlott eleme ennek az, hogy annyi métert fussanak le a gyerekek, amennyit írunk, most éppen 2016-ot, tehát 2016 métert kell lefutni, és gyakorlatilag most a tavalyi évtől kezdődően ez már egy európai szintű eseményé vált, és Európai Diáksport Napja néven most már 17 országban rendezik meg magyar példa alapján ezt az eseményt. Most arra számítunk, hogy idén nagyjából 1 millió gyerek fog együtt mozogni azon a napon, amit gyakorlatilag egy magyar kezdeményezésből nőtt ki. Június 1-e óta új szolgáltató látja el a térség sürgősségi betegellátását. A változtatásra azért volt szükség, mert a korábbi rendszer már nem volt fenntartható. A betegforgalom nagyon megnövekedett mondjuk a 20-30 évvel ezelőtti állapotokhoz képest. Szükség volt a sürgősségi ellátást megerősíteni. Na most ugyanakkor egy régebb óta meggyökeresedett rendszer működött, a
mintegy a háziorvosi rendelés meghosszabbításában. Ugye tudjuk, hogy a betegnek mindig az a fontos és a sürgős, ami éppen fáj, de a mi ellátási rendszerünkben prioritásokat muszáj meghatározni, mert másképp nem tudjuk a betegeket kellő hatékonysággal ellátni. Ennek a hatékonyságnak a jegyében került az látóterünkbe az Interambulanz ZRT, aki nagy tapasztalattal országszerte számos helyen végez ügyeleti munkát. Azt gondolom, hogy június 1-jé óta elindult orvosi ügyeletünk nagyon sok munkát végzett el. A lakosság bizalma az töretlen az orvosi ügyelet tevékenysége iránt. Körülbelül 2000 betegellátásunk történt ebben az időszakban. Föl lehet ezt bontani, ugye nagyon jó statisztikai programunk van, és lehet nézni azt, hogy 1500 körüli a felnőtt, és 500 körüli a gyerkőc ellátásunknak a száma. Az orvosi ügyelet munkája szakmailag is jó. Mindösszesen 30 beteget kellett az elmúlt 3 hónapban kórházba küldeni, akit ugye mi nem tudtunk itt helyben orvosolni. Ők valószínűleg olyan kórképekkel bírtak, amit egy orvosi ügyelet különböző eszközök nélkül nem tud ellátni, de az összes többi esetben igyekeztünk helytállni. Voltak fejlesztések az eddigiekhez képest. Bevontunk a körbe olyan mentőápoló, szakápoló végzettségű gépkocsi vezetőket, akik hatékony segítséget tudnak kinyújtani az orvosnak, hogyha a lakásra mennek. Ezek a kollégák tudják kezelni a különböző eszközeinket, EKG, defibrillátort, vércukormérőt, vérnyomásmérőt, illetve hogyha olyan sürgősségi ellátáson, abban pedig tevékenyen részt venni. Ezen kívül az autót is egy kicsit megváltoztattuk, nem magát a gépkocsit, hanem a kinézetét és a formáját, hiszen megkülönböztetett jelzéssel láttuk el, így jóval gyorsabban, hatékonyabban tud odajutni esetleg egy-egy sürgős helyzethez. Nem kell esetleg lámpáról lámpára arra szolgatni, hogyha tényleg föltolódott a forgalom, hanem tudunk a prioritásnak megfelelően kiérkezni, vagy esetleg egy autópályás balesethez, hogyha kér a mentőszolgált segítséget, akkor tényleg mielőbb ki tudunk haladni. A hatékonyabb sürgősségi ellátás érdekében a szolgáltató arra kéri a lakosokat, hogy valóban csak sürgős, halaszthatatlan esetekkel hívják őket, mint például a hirtelen rosszullét, magas láz vagy erős fájdalom, amivel a beteg már nem tudja megvárni a másnapi házi orvosi rendelést. Egy-egy idegen nyelv elsajátításánál a legnagyobb problémát a beszéd hiánya okozza. Ezen is próbál segíteni a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új programja, az Angol Klub, ahova kezdőket és haladókat is várnak. Több helyen láttam már megyei könyvtárakban, hogy különböző idegen nyelvű klubok vannak, amelyek ingyenesek, illetve könyvtári regisztrációhoz kötöttek, és kettő célja van. Egyrészt a tudásnak a megőrzése, a másik részt egy jó közösség kialakítása. A haladók számára ez mindenképpen egy ilyen előnyös dolog, a kezdők számára viszont a saját tapasztalataimból azokat a technikákat adnám át, és azokra kérném meg, amelyeket láttam, hogy működnek, hogy bemutassam nekik, hogy igenis el lehet jutni arra a szintre beszélni. És még azt is szeretném mondani, hogy egy-egy csoport 6 kötőjel 10 fő, tehát 6-10 fős lesz, hogy a beszélgetés része meg tudjon maradni, és igény szerint több csoportot is tudunk indítani majd. A haladók számára ez mindenképpen egy csoportos meghatározás lesz. Bizonyos témákat próbálunk kerülni, más témák viszont annyira általánosak és annyira személyre szabhatóak, mivel általánosak, hogy ezeket végig rágjuk, ugyanis mindenkinek van kedvenc filmje, itt vagyunk a könyvtárban, kedvenc könyvje, kedvenc zenéje. Ezekről, hogyha ezeket beszélünk, vagy ezeket már megosztjuk egymással, az már maga el tudja vinni az a foglalkozásnak a felét, utána pedig van egy halom könyv, van egy halom téma ezekben a könyvekben, amelyek nyilvánvalóan megvitatásra adnak majd lehetőséget, harmadrészt pedig kiki hozhat témát, és akkor, ha kialakítunk egy csoportot, hiszen már az internet világában vagyunk, egy-egy közös e-mail cím létrehozása nem jelentett gondot, akkor a tagok fölvethetnek előre egy-egy témát, és azokra lehet készülni ez a haladó csoport. A kezdők csoportban nyilvánvalóan érdemesebb lesz egy-egy témát végigtanulni, és ott az én módszerem az szokott lenni, ami a zeneszövegek megtanulása, ugyanis rengeteg jó angol előadó van, amelyeknek a számai fülbe mászolk, és ezzel nyelvet is tanulhat bárki. Az Angol Klubot minden második szerdán délután 5 órától szervezik majd a tervek szerint a könyvtár olvasótermében.
Szép számmal gyűltek össze fiatal anyukák és kismamák a háztűzőrző nők és anyák bázisán. Ma van ugyanis az anyateljes világnap, amelyet világszerte 1992 óta tartanak. Ebből az alkalomból a tatai anyukákat sokféle programmal várták. Háztűzőrző nők és anyák egyesületével karöltve hoztuk létre ezt a kis kerti partit, és egy hordozós klubos mamin babatánc lesz, egy zenebölcsi Palotás Annával, ő mindig segítségünkre van, és a kolléganőm Emőke egy kis zenei felüdülést visz a dolgokba, és egy kis étkezés is a tatai önkormányzat jóvoltából megvalósul. A legfontosabb tápláléka a kisbabának az anyatej, és úgy gondoltuk, talán figyelemfelhívó is egy kicsit, hogy ösztönözzük azokat, akik kicsit kevésbé tudnak, vagy kevésbé akarnak szoptatni, meg hát egy ünnep, hogy aki tud, az meg örömmel élje meg ezt a napot.